Na hát, sziasztok srácok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, itt újra Matthew Channel beszél, és hát amikor mondtam már nektek, hogy egy újabb, hogy ugye már benne vagyunk így nagyon az OMSI 2-be, és hát kérem szépen benne vagyunk, de nagyon, nagyon ugyanis, hát kérem szépen, hát elhatároztam nektek, hogy igyekszek minél több érdekes ötletet adni, és hát jött egy pár ötlet, egy kis javaslat, mert képzeljétek el, hogy ugye bizony nagyon várjátok már a következő Mr. Fish járművei sorozat következő részét, ami viszont nagyon izgalmas, és hát nagyon is tökéletes. Most egy olyan járművel fogunk foglalkozni, méghozzá ugye már nagyon sokan mondtátok, hogy ugye régebben láttátok amikor bemutattam nektek a Mercedes-Benz Citaro packet, akkor abból ugye Mr. Fish megcsinált egy CNG-s típust, viszont egy olyan festést szeretnék így megmutatni nektek, ami szerintem nagyon-nagyon tetszik, méghozzá kijelölt rendszámtáblával, és hát ez pedig nem más, mint ugye a Mercedes-Benz O530G Citarón fogjuk megnézni a Tisza volán festést. Hogyha már láttátok az Icarus 260.06-os, tehát azt az OMSI 2 videót, amiben egy Icarus 260.06-osat mutattam be nektek, és abban is ugye látható volt, hogy mennyire ki volt dolgozva. Hát most ezeket fogjuk most megnézni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. Úgyhogy már rögtön meg is nézzük. Úgyhogy izgatott vagyok. Ja, és egyébként nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a festésre, mert nekem az egyik személyes kedvencem a Mercedes Citaro, de nagyon is bírom ezt a buszt, úgyhogy jaja. És hát kérem szépen, itt is van már az első, boom, hát így néz ki, de ezeken kívül van nagyon sok rendszám van ellátva. Ugye van egy KDJ 355-ös, egy 356-os, 357 és 358. A KFA-ból pedig kettő van, a 292-es, van a 293-as. És hogy ezek közül most én egy KDJ-set és egy KFA-sat fogok kipróbálni. Mert igazából megmutatni, hogy milyen. És én szerintem most a KFA 292-essel fogunk kezdeni, és utána pedig a KDJ-ből fogok majd választani valamit. Úgyhogy ezt fogjuk, és ezt a rendszámot fogjuk fölírni, hogy mert nem véletlenül van regisztráció, ugye hozzá tudunk nyúlni a rendszámhoz, de nem tudom, hogy van-e benne. Várjál csak! Ütök egy szó közt, és megnézem, hogyha így berakjuk, akkor vajon nem tudom, hogy belerakta igazság szerint a rendszámot, avagy nem. Úgyhogy ja, egyébként ebből a három ajtósból, tehát most egy kis hasonlóságot fogok tenni ugye
a Mr. Fish által készített CNG-sre, illetve erre, mert nagyon jó néz ki. Nagyon izgalmas. És hát, hogy kinézetre szerintem, hát nem tudom, hogy a festés ez mennyire fog kinézni, hogyha így ebbe lehozom. Hát figyeljetek, a három ajtó az ott van, gondolom, de arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt rászerkesztett. Aha! Tehát nincsen rászerkesztve a rendszámtábla. Jó! Nagyszerű! Akkor még jó, hogy megnéztem, mert akkor föl tudjuk írni a dolgokat. Egyébként elmondom nektek, hogy egy kis jeges kávé. Kis jeges kávét, így még egyszer mutatom, tehát így, ez jeges kávé, amit itt szürcsölgetek. Úgyhogy ja, na hát igazából ez, akkor most így jó, hogy megnéztük. Ugye melyik volt? KFA 292. Ugye ezt fogjuk beírni. KFA 292. Jó. És ide. Na, akkor így. Na és kérem szépen, itt is van a rendszámunk, ugye? Igaz, hogy német rendszám, de én most magyar rendszámot írtam rá. Ja, és rajta ráraktad a CNG-t oda a hátuljára. Ó, te fiacska, hát ez... Hát gyerek, hát gondolom, hát ez úristen. Hát jó van, hát ezt köszönöm szépen. Ja, mert ugye, ja igen, mert... Ismerős a történet. Igen, ez ugyanaz. Ez ugyanaz a festés, amit így gondolom ezt az, ugyanez a festés. De ő azt hiszem úgy csinálta meg, tehát a Fish az úgy csinálta meg, hogy volánbuszba, ez viszont így néz ki a régi Tisza volán festésében. Tehát ja. Na, mutatom a belsőt. Hát... Mondjuk nem rossz. Nem rossz a belső, ez egy kifejezetten tökéletes. És rajta van fordítva, de innen kívül, de várjál már, hogy az ajtót az utas nyitja. Tehát ez van ide írva. Nem tudom, hogy ez így volt-e kirakva. De eszméletlen jó. És ráraktátok a CNG-t ide. CNG-s táblát, mert egyébként ez eredetileg egy CN, eredetileg ez a CNG-snek a tehát a az O530G Citaro CNG-nek a festése. Nagyon komoly. Gondolom a belső ugyanaz. Aha. Uh-huh. Aha, na nézzük. Mondom, motor. Oké. Gondolom a motor ugyanaz, csak azért mondom, hogy észrevehető, hogy ez nagyon komoly. Nagyon jó néz ki. El is indulunk vele. Egyébként, hogyha szeretnétek majd kipróbálni ezt a Mercedes Citaro packet, akkor majd be fogom rakni a routeresnek a videóját, aminek a leírásában megtalálható ez a jármű.
leírójában megtalálható a link. Link, illetve ezt a festést is be fogom tenni a leírásba. Isten, de jól néz ki. Ja, és itt szerintem keresztül megyünk, mert úgyis... Hát vannak... Vannak utasok. Na jó. Akkor majd megpróbálok valahogy technikásan megfordulni. Technikásan valahogy majd itt Gausdorfnál megfordulok. Okay, lehet, hogy itt akkor itt rögtön befordulok. Itt akkor megpróbálok valahogy befordulni. Mint ahogy látszik. Most megpróbálok ide bekanyarodni egy zsák utcába. Úgy, és akkor most... Tekerni kell a kormányt. Tényleg erre, erre majd lehet, hogy majd nem csak erre, hanem még a simára is rá kéne rakni. Oké. Adjunk neki egy kis gázt. Úgy. Jó lesz. Még egy kicsit. Jó, szerintem ez így pont jó lesz. És akkor most megpróbálom rögtönzöttem balra lassan. Rögtönzöttem balra. Nagyon jó. Tökéletes. Gyerekek, tökéletes a megfordulás. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Egy pici... Pici szerencsével, de azért sikerült megfordulni. Vagy még a legegyszerűbb az az, hogy visszateszem ide Bauerhofba a szentséges atya, úristen van itt. De várjál. Ja, hogy a végállomásnál már nincs. Végállomásnál nincsen senki. Akkor nagyon jó. Akkor nagyon jó. Akkor gyönyörű. Itt meg az üres járat jön. Oké. Okay. Nagyon izgatott vagyok, hogy vajon most ezt hogy néz ki utasszállításba. Úgy. Kérdezitek sokan, na most akkor visszatérve, elmagyarázom, hogy ez a
Mr. Fish járművei, ez mióta tart? Mert gondolom ezt már... Na, akkor mindjárt átváltok így. És közben elmondom, hogy... mióta tart ez a Mr. Fish járművei sorozat? Hát kérem szépen, ez onnan jött, hogy ugye én Fish-t azóta ismerem, amióta tudjátok... Tudjátok, sokszor van, hogy... Aha. Ilyenkor nem így kell csinálni, hanem átírni 76, és itt. Tehát, hogy mióta tart ez? Hát ez kérem szépen, ez azóta tart, amióta tudjátok, elindítottam a Skoda 14 régebbi festésével ellátott trolibuszt. És így ezért, tehát azért gondoltam, hogy így indítok egy sorozatot. És hát ugye az történt, hogy mivel már így belerázódtam, és úgy voltam vele, hogy Mr. Fishnek szerintem helye van az OMSI 2 leghitelesebb emberéhez, és majd az van, hogy lehet, hogy majd egy szavazást fogok majd kirakni, de egy olyan szavazást, amiben ugye szerintem nagyon-nagyon is kötődhet például az év emberéhez, mert hogy ugye nagyon sokan mondtátok, hogy ugye az év emberei, hogy ugye már ideje lenne, hogy ugye csináljak már olyat tervezzek már, hogy az év embere, tehát hogy az év emberét keressük, illetve még azt, hogy ugye majd rá kell egyszer beszélni a Fish-sel, hogy egyszer jöjjön majd be a kasztba, és hát ugye fedje föl magát. Úgyhogy ja, és egyébként, elmondom, hogy egy olyan tervező, aki ismeri legfőképpen nem csak a szegedi tömegközlekedést, hanem még egyúton a veszprémi festést is, mert hogy ő eredetileg ugye Veszprémben, tehát ő veszprémi lakos, aki még nem tudja, hogy Fish valójában kicsoda, úgyhogy jajam. Úgyhogy ennyi. Tehát így azt gondolom, és hát az is fontos ebből, hogy ugye őt azért kérlek szépen úgy tekintsétek, hogy ő a legjobb tervező. Tehát a legjobb tervező.
Tehát nem csak, hogy az év emberét, hanem az év tervező emberét is keressük. Vagy hát nem is tudom, hogy az év tervezőjét, de nem tudom, nem akarok nagyon így belemenni. Na de, meg is érkeztünk a Krankenhausba. És most ugye a következő az az lesz, hogy az lesz, hogy ugye ez volt ugye a KFA 292-es rendszámmal rendelkező Mercedes Citaro tiszavalán festés, és akkor jön a másik, amit most ugye a KDJ festéséből fogok most így előállítani. Úgyhogy tehát, vagy hogy megnézzük, hogy vajon a KDJ rendszámból vajon melyik lesz szerencsés. Ugye itt vannak a KDJ-sek. Tehát a 355, 356, 357 és 358. Hát mondjuk nézzük meg ugye mind a kettő, vagy hát minden négy, azt hiszem, 1, 2, 3, 4, tehát 4 festés. Valamelyiknél levetted a rendszámot ott ottan. Várjál csak. Ez a 356, igen. 356-nál vetted, de 357-nél. 357 és 358. Aha, tehát 356, tehát az 56 és 57-esnél levetted a rendszámot. Hát szerintem úgy jobb, hogyha rajta van a rendszám a második ajtó tetején. És én most az 58 és az 55 között vagyok most. Legyen a 355. Legyen a 355, és akkor KDJ 355. És ez nagyon fontos, hogy ideírjátok a rendszámot, mert ha ideírjátok a rendszámot, akkor ezzel hitelessé tudjátok tenni a rendszámot. Úgyhogy, ja. Na hát akkor Kránken lesz a következő. Igen. És ez gyorsan beadja, tehát itt is van. Pif. Na hát, itt a másik. Ez a KDJ 355-ös. Látszik, hogy ide van fölírva. Hát igen, na most itt az van, hogy ez a kijelző, ez vajon mit keres itt? Hát a kijelző nem... Hát jó, hát az eredeti Citarónál, az eredeti CNG-s Citarónál ott nem volt ilyen ilyen baloldali kijelző, ez szerintem ezt ugye a németek fejlesztették ki, hogy mondták, hogy na akkor öcsi, akkor rakjunk kijelzőt a baloldalára. Hát nekem az lenne az igazán nagy fel, hogyha itt hátul lenne, mert a magyarok azok nagyon raffinál, nagyon fifikásak, hogy ugye ők előre, hátulra, meg jobb oldalra rakják a kijelzőt, a németek azok viszont fölturbozzák ezt, és átraknak egy kijelzőt ide bal oldalra. Nem tudom miért, de így egy kicsit undorítónak találom. Na, tehát így néz ki a másik. Itt már eleve narancssárga, nem tudom, hogy az eredeti is narancssárga színű volt, de nagyon szép. Nagyon szép, és azért, aha, meghagytátok itt a német szöveget itt, illetve itt. Tehát igen, itt azért így látszik, hogy egy kicsit több a tábla, tehát a német táblákat le kellett volna venni, és akkor a tipikus magyar legyen. Ugyanígy le lehet szedni ezt is. Na, akkor
Indi, akkor menjünk is. Ugyanez a tor. Oké. És akkor beállítjuk ugyanezt. Ja, és egyébként kérdeztem a fist, ugye a nagy tervező urat, uramat, hogy vajon ő tud-e adni valami ötletet, és hát adott egy ötletet, hogy most éppen, amin nagyon-nagyon nagy munkásságban van, nagyon nagy munkát végez, az egy Skoda 15-ös troli. Hát igen. Na most, ugye mondtam neki korábban, hogy egy Skoda 15-ös trolin ügykölködik, de azt nem tudom, hogy az OMSI 2-e, de majd rákérdezek majd, hogy ugye ez OMSI 2-be lesz, vagy már eleve a SimTR-be, mert hogyha a SimTR-be csinálja, vagy valami festés, akkor valószínűleg az lesz. Ha nem, akkor lehet, hogy OMSI 2-be lesz. És nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy vajon hogy fog kinézni. Tehát hogy fog kinézni a Skoda 15-ös, mert gyerekek, OMSI 2-be nem volt ilyen. Tehát nem volt ilyen, gyerekek, hogy OMSI 2-be egy Skoda 15-ös troli közlekedett volna. Hát valami elképesztő. Elképesztő lenne, és... hát egy baromi kíváncsi lennék. Ja, és egyébként nagyon-nagyon tetszett nektek a... nem tudom, hogy mennyire fog tetszeni nektek az Icarus 4-15-26-os, mert én azt mikor kipróbáltam, gyerekek, hát halljátok, úristen, az a vezetése neki nagyon-nagyon adja, tehát nagyon-nagyon adta neki. Úgyhogy baromi kíváncsi vagyok. Ja, és ezt észrevehető, hogy miért ritmusra csinálom ezt az ajtó becsukást. Azt gondolom észrevehető. Azért, mert ugye a connectorhoz hasonló sípoló hangja van, de nem az eredeti, hanem úgy a németes, sokan kérdezitek például azt, hogy ugye legyen ön is miniomos, miért nem volt eddig. Hát, úgyhogy majd lehet, hogy majd valamikor majd közben jön majd az is. Viszont majd megmutatnám nektek a panelt, illetve egy-két olyan dolgot. Tehát majd arra gondoltam, hogy majd lehet, hogy csinálni fogok majd egy ilyen kis néma jellegű kis legyen is minimumos dolgot, de úgy, hogy az új panellel, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és az lesz, hogy majd
lesz majd egy kis érdekesség, úgyhogy jaja. Még majd nem tudom, hogy mikor, de majd lehet, hogy majd az is elő fog fordulni. Úgyhogy jaja. Na, úgyhogy menjünk is tovább. Na és igazából a következő jármű, még majd lehet, hogy megkérdezem majd a Fist, hogy Fist, hogy ugye OMSI 2-re lesz a Skoda 14-es vagy nem. És akkor majd, ha OMSI 2-re lesz, akkor, majd vlogban úgyis tájékoztatni foglak titeket. Titeket róla, úgyhogy ja. Tehát nagyon-nagyon izgalmas lesz. Úgyhogy ja. Ja. Na és hát igazából meg is érkeztünk. úgyhogy izgalmas járműveknek néztünk elébe. Ja. Na, hát kérem szépen. Ja, majd rendesen fölállok már, mert a csukló az nem annyira egyenes. Ja. Nagyon jó. Úgy. Most a jó. Na, úgyhogy ennyi volt, mese volt. Úgyhogy jaja. Na, hát kérem szépen, ennyi volt mára, ennyi volt ez a festés. Hát figyeljetek, most elmondom nektek ezzel a festéssel kapcsolatban, hogy ez hasonlít a Fishéhez, majdnem olyan, mint a Fish, mint a Fishnek, mert körülbelül, mert ő például felhasznált egy magyar rendszámtáblát, tehát rászerkesztett egy magyar rendszámtáblát, és akkor magyar rendszámtáblát, és konkrétan leszette ezt a rendszámot, úgyhogy ja, tehát nagyon-nagyon komoly, de szerintem lehet, hogy majd hasonlítás lesz majd a 830 CNG citarót, majd hasonlítsátok össze ezzel a változattal, mert baromi jó, úgyhogy érdemes, tehát érdemes ezt kipróbálni. A festést ugye lent lesz a leírásban a link. És hát gyermekek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy itt voltatok, és ez végigkövettétek ezt a nyári kis kalandozásunkat. Remélem élvezetes volt. És hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ha nem vagytok feliratkozók, kérlek tegyétek meg, és leírásban mindent megtaláltok, minden elérhetőséget, illetve kövessétek Misotit és Gaming Rag Hungary Tibit Twitch csatornájukon, illetve Extreme Gamert, illetve Mr. Happy-t pedig YouTube-on, illetve figyeljétek majd Misotinál, hiszen ugye rövid shorts videók is készülnek újdonsülten. De tartsatok velünk ugye minden vasárnap délelőtt 10 órától, hiszen Misotikast várható, hiszen Duma stream várható, bocsánat, Duma stream várható. Várható ugye minden vasárnap délelőtt 10 órától láthatjátok teljes egészében, melyben én is ott leszek, és csacsogunk veletek. Na most búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet, én Matthew Channel voltam, maradok és leszek, következő videóban találkozunk. Nos, sziasztok, hellóka, ciao, sziasztok. Ciao, sziasztok.